Januárban Budapestre figyel majd Európa, hazánk rendezi ugyanis a műkorcsolya és jégtánc kontinens bajnokságot, ahova 36 ország, mintegy 180 versenyzőjét várják a szervezők. A kontinens tornáról, az ifjú tehetségekről Sebestyén Júlia Európa bajnokkal beszélgetünk. Szia, jó reggelt kívánok! Hát 10 éve lesz jövőre annak, ugye, hogy itt a magyarországi Európa bajnokságon te aranyérmet szereztél, ezzel ugye történelmi győzelmet arattál ebben a versenyszámban. Hát most nagyon hiányzik egy Sebestyén Júlia a magyar elvéről. Nem tudom, hogy szokták-e neked mondogatni, hogy esetleg nem húzna le korit és vállalnál le még egy kürt, de jó lenne. Igen, sokan megkérdezik ezt, hogy hol van az újabb Sebestyén Júlia, és tulajdonképpen az Európa-bajnokságon jégtáncban a Túróczi Dóri és a Balázs jégtánc kettősnek drukkolhatunk, illetve a Forgó Kristóf a férfiaknál már megszerezte a technikai minimumpontot, tehát magyar versenyző lesz, de tény, hogy a női versenyszámban nem lesz magyar, hiszen... És ez megmondom őszintén, hogy ez azért úgy azért éri nagyon érzékenyen, vagy érinti érzékeny az embert, mert annyira ugye a te hosszú pályafutásod, és az a 4 olimpia, és egyáltalán azt gondolom, hogy az az éra, amit Sebestyén Júlia mondjuk eredményei fémjeleznek, az azért elkényeztetett minket, és azt megelőzően is mindig volt a női műkorcsolyában legalábbis azért az élvonalhoz, a világ élvonalához tartozó versenyző, és most ilyen szempontból ez egy kiéheztetés, ha szabad ezt mondanom, tehát tényleg a műkorcsolya rajongók ilyen szempontból azért éhesek, ha szabad így fogalmazni. Igen, és két-három éve vezették be azt, hogy egy felnőtt világversenyen csak akkor indulhat egy versenyző, ha bizonyos technikai minimum pontszámokat elérnek, és a jelenlegi szenior korosztálynak ezt nem sikerült, és ha egy évvel később rendezik az Európa-bajnokságot, akkor már lenne magyar versenyzőnk is. Aki erre alkalmas, vagy aki életkorban alkalmas? Aki életkorban, hiszen azok a versenyzők, akik már megszerezték, hogy esetleg indulhatnának, mint például Tóth Ivett is, ő még fiatal, és fél év hiány nem indulhat a hazai Európa-bajnokságon. Értem, tehát ha most így a szavaidból jól veszem ki, akkor tulajdonképpen pont a te korszakodat követően volt egy űr, amiben benne vagyunk sajnálatosan, de azért kecsegtetsz minket azzal a jó hírrel, hogy van ott egy felzárkózóban lévő olyan női vonala a női műkorcsolyázásnak Magyarországon, akik majd a te nyomdokaidban lassacskán elindulhatnak? Igen, mi nagyon bízunk a jelenlegi novice, úgynevezett ifjúsági és junior korosztályban, hiszen ők már triplákat tudnak bemutatni, és nagyon szépen fejlődnek, illetve bizakodunk az utánpótlásban is, akik most már évről évre nemzetközi szinten is nagyon szépen teljesítenek, hiszen rengeteg éremmel térnek haza, és mondhatom azt, hogy Európa számos országában megrendezett versenyekről, köztük az én tanítványaim is tényleg nagyon ügyesek, magyar bajnokok is vannak köztük, nem is egy, és hát nagyon bízunk benne, hogy idővel ez a korosztály, ha megkapja azokat a feltételeket, amik szükségesek egy kiemelkedő eredményhez, akkor tényleg előbb-utóbb oda jutunk, hogy magyar versenyzőért is drukkolhatunk. Nemzetközi szinten is. Na hát ez nagyon ígéretesnek hangzik meg, azért ez ugye azt is most itt körvonalazta, hogy edzőként is igen sikeresen működsz, majd erre mindjárt kitérünk, de egy picit akkor még erre a szabályra, amit mondasz, hogy ugye egy technikai minimum kell az induláshoz, ez alapvetően a sportág minősége szempontjából jó döntésnek tartott, hogy van azért egy ilyen jellegű kvázi előszűrés, hogy azért a világversenyeken kik indulhassanak? Abból a szempontból szerencsés, hogy amikor egy rövid programban körülbelül 50 versenyző vesz részt, akár egy Európa-bajnokságon vagy egy világbajnokságon, azt egy bírónak is nagyon nehéz lepontozni, és hogyha egy rövid programban egy elem nem sikerül, akkor az már az egész szereplést meghatározza, valaki kiesik, és már nem tudja a kürt bemutatni. Ugyanakkor ez a kisebb nemzeteket ugye hátrányba helyezi, hiszen az amerikaiaknak, tengeren túliaknak nem ugyanazok a feltételei, mint mondjuk nekünk magyaroknak, és így sokkal nehezebb egyáltalán képviselni magunkat, és ez mindenképpen az utánpótlás számára is egy ösztönző és példamutató, ha van egy versenyző, akire egy világversenyen szurkolhatunk. Ez mindenképpen így van. Ugye azt is mondják, illetve hát ez ténykérdés, hogy a budapesti Európa-bajnokság lesz igazából a Szocsi téli olimpia előtt az utolsó nagy nemzetközi megmérettetés, nyilván nem világ, de kontinens szintű. Feltételezi ez azt, hogy éppen ezért az Európa-bajnokság a szokásosnál is magasabb színvonalú lesz, tehát itt a magyar közönség számíthat-e arra, hogy tényleg már a csúcsforma felé haladó versenyzőket látja majd?
Igen, ez az Európa-bajnokság meg tényleg nagyon-nagyon közel van az olimpiához, és azt gondolom, hogy a versenyzők is már majdnem csúcsformában, és azt gondolom, hogy a kilátogatók igenis olimpiai érem esélyessel is találkozhatnak. Kire kell koncentrálni, ki lesz, aki szerinted a legnagyobb sztár volt? Gondolok itt arra például, ugye, hogy Plushenko hosszú-hosszú ideje, vagy hosszú-hosszú időn át uralja a férfi műkorcsolyázást, és ő magában is mindig egy olyan személyiség volt, hogyha senki más nem indult volna bármilyen viadalon, de ő ott van, akkor az azt hiszem telt házat hozhat. Én azt gondolom, hogy a páros verseny rendkívül izgalmas lesz, hiszen a német és az orosz pár között várhatóan közöttük dől el majd az olimpiai arany sorsa, és, uh-huh. és ők, mint európai ország, remélhetőleg itt lesznek. És gondolom, olyan nagy nevek is, mint a 10 évvel ezelőtti győztes Brian Joubert is várhatóan itt lesz, uh-huh. vagy a spanyolok új kedvence Javier Fernández, uh-huh. és hát a lányokról se feledkezünk meg, az új orosz fiatal tehetségekről, illetve Karolina Kostnerről. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok nagyon-nagyon jó versenyzővel találkozhatnak. Szóval akkor mindenképpen egy magas színvonalú Európa-bajnokságnak készülhetünk. Ugye már hallottunk pár mondatot, hogy nagyon eredményes az edzői munkád, de tudom jó, hogy a sportdiplomáciai vonal is érdekel téged, és bíróként is ténykedsz már. Ez a része, ez hogy halad a pályádnak? Igen, mint nemzetközi technikai specialista, már több nemzetközi versenyen is pontoztam, és például ősszel a pozsonyi Andrei Nápál emlékversenyen, ahova meghívtak, mint korábbi győztes, uh-huh. és hogy milyen érdekes, hogy most a palánk másik oldalról veszek részt, értékelem a versenyeket, és például pontozhattam azt a Thomas Wernert, akivel nagyon sokáig együtt versenyeztünk, és utána... Kicsit skizofrén helyzet volt az egyébként? Igen, és amikor találkoztunk, akkor az első mondat az volt, hogy Gyuli, leszel az Európa-bajnokságon? Csak hát ugye ahhoz még további éveket kell eltöltenem, illetve újabb vizsgákat kell letenni, hogy egy világkupán, illetve nagyobb világversenyen is pontozhassam. De mennyi is ezt csináld, mert azt hiszem, hogy azért a magyar műkorcsolya sportnak is őrületes nagy szüksége lenne arra, hogy egy ilyen kiváló nevű egykori klasszis azért ott megfelelő nyomatékkal üljön ott a zsűriben, és a jelenléte az nyilván egy picit azért mindenképpen számít egy pontozásos sportágban. Ugye hát azt visszasírtuk, de nem valósulhat meg, hogy indulj a budapesti EB-n, rövidesen majd itt a Szivacsarnokban, hiszen ugye az lesz most a rendezőközeg, de azért fellépni fellépsz, és ezt mindenképpen jó hírnek mondjuk a Sebestyén Júlia rajongóknak, hol láthatunk téged, és kikkel együtt? Igen, a nyitó ünnepségen fogok én is égre lépni. Azt gondolom, hogy a magyar utánpótlás legjobbjaival, uh-huh. és hát természetesen köztük az én versenyzőimmel is. Uh-huh. És lehet tudni, hogy mégis mi lesz ez a színre lépés? Ez egy milyen koreográfia keretében? Mit képzeljünk, mit várjunk? Annyit árulhatok el, hogy Havasi Balázs zenéjel is megjelenik, illetve egy nagyon látványos és mozgalmas pár perces nyitó ünnepséggel készülünk. Jó, tehát akkor ezek szerint ez szakmai titok még, vagy ez a meglepetés kategória? Igen. De akkor edzésben vagy, hát nem nagyon lehet ezt másképp csinálni, ugye? A gyerekekkel minden nap jégen vagyok, hiszen úgy tanítok, hogy jégen állok, próbálom megmutatni nekik az alapokat, az elemeket, de természetesen most azért egy kicsit edzenem kell, hogy... Mi az, amit beljek. Egyébként mondjuk ennyi jégen állás és csúszás, és nyilván edzői munka mellett az ember még így úgymond kisújból kirász? Tehát mi az ugrás típus, vagy fordulat mennyiség, amire azt mondod, hogy bármikor, mit tudom én, egy dupla túlupot oda teszek, mert az miért is ne? Duplákat rendszeresen beszoktam nekik mutatni. Ez komoly? Igen, nem és semmi. Egy évvel ezelőtt a korábbi versenyzővel, Tóth Zoltánnal, tényleg beöltözve, sínadrágba, síkkabátba elkezdtünk kicsit ugrálni, és a gyerekeknek dupla axelt mutattunk. Ahó, pedig azért az egy komolyabb ugrás. Igen, hát igazán itt a sérülés veszélye kell vigyázni, hogy bemelegítés nélkül hirtelen nem lehet bármit csinálni. Na hát az tényleg nagyszerű, hogy akkor ezek szerint formában vagy. Ilyenkor azért egy kicsit megpesdül az ember vére, hogy Istenem, de jó lenne még egy kicsit, vagy most már azért magad mögött tudod ezt minden szempontból? Én azt gondolom, minden szempontból magam mögött tudom, és hát kárpótolnak a gyerekek, akikkel ugye hétről hétre versenyre járunk, és annyi feladat van körülöttük, ugye a felkészülés, az edzések, a koreográfiák elkészítése, a ruhák tervezése, megvalósítása,
hogy ez minden szempontból kárpótol azért, hogy már nem versenyzem. Világos. Na hát azért mondjuk a Szivacsarnokban, a magyar közönség előtt az Európa-bajnokságon szerepelni még neked is újdonság lesz, de a jó hír a rajongóknak, hogy Sebestyén Júlia fellép az Európa-bajnokságon, igaz ugyan, hogy csak a megnyitó ünnepségen. De azért örömmel várjuk, hogy ott legyen. Köszönöm szépen, és sok sikert! Köszönjük szépen!